Folyamatosan hívják a házi orvosi rendelőkbe és az oltópontokra azokat, akik kérik a koronavírus elleni védőoltást. Országosan több mint 1,6 millióan kapták már meg legalább az első vakcinát. Az emberi szervezet viszont csak a második beadása után 2-3 héttel tud hatékonyan védekezni a vírus ellen. Igazolt vizsgálat alapján történjen meg. Sós Zoltán, az orvosi kamara megyei elnöke azt mondja, a harmadik hullámban sokkal gyorsabban terjed a vírus, és sokkal komolyabb egészségi problémákat okoz a betegeknek. Még egy másfél-két hónappal ezelőtt a PCR mintákban olyan 5% volt az angol variánsnak, a brit variánsnak az aránya. Most már azt tudjuk mondani, hogy 90% fölötti a PCR mintákban a brit variáns vírusnak az aránya, ami egy sokkal virulékonyabb, egy ember, akár négy embert is meg tud betegíteni. Szóval, hogy egy sokkal gyorsabban terjedő és intenzívebben terjedő harmadik hullámban vagyunk jelen pillanatban, és riasztó az, hogy milyen gyorsan emelkednek az esetszámok. Ezért javasolják azt a lakosságnak, hogy minél többen kérjék a védőoltást. Mivel a vakcina nem áll korlátlanul rendelkezésre az oltópontokon, az is fontos, hogy mindenki kerülje a közösségi érintkezést. A megyei elnök szerint ezért lenne fontos, hogy néhány hétre szigorítson a kormányzat. Azt kértük, hogy zárjanak be minden üzlethelyiséget, csak a élelmiszerboltok és a patikák legyenek nyitva. Ez annyira nem ördögtől való javaslat, Európa több országában erre van már gyakorlat, jelen pillanatban is. Tiltsák meg a csoportosulást, akár közterületen is, és erre hívták fel a döntéshozóknak a figyelmét, hogy ez lenne szükséges ahhoz, hogy a járvány jelenlegi szakában csillapítani tudjuk ezt az intenzív emelkedést. Azt is elképzelhetőnek tartaná a kamara, hogy a háziorvosi rendelőkben kialakított oltópontokon a házi gyermekorvosok és a fogorvosok is besegíthetnének a védőoltások beadásában. Ha a korábban esetleg felmerülő oltópont, a háziorvosi oltóponti rendszer működne, amikor kvázi mondjuk egy központi ügyelet nappali működési idejében a háziorvosok beosztásával működnének oltópontok, és akkor ott történne meg a lakosságnak a beoltása. Hogyha így működne az oltás, akkor igazából könnyebben lehetne kivenni a kollégát is ebből az oltási sorból. Ráadásul ebben az oltóponti modellben, ebben a jelenleg az oltási tevékenységben aktívan nem szerepet vállaló gyerekorvos kollégákat is be lehetne osztani, vagy akár fogorvosokat is, hiszen a vakcinációs tevékenységben ők is szívesen is részt vennének a visszajelzéseik alapján, és nagy segítséget jelentenének akár majd a tömeges oltásnak az időszakában, vagy akár most is. Most lesz egy pici szülés, jó? A Magyar Orvosi Kamara kérésével párhuzamosan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara éppen a fokozatos nyitással kapcsolatban fogalmazott meg javaslatot. A kormány a héten dönt a korlátozásokról, amelyekről várhatóan pénteken ad tájékoztatást a miniszterelnök.